Több mint 50 kutya gazdája döntött úgy, elhozzák kedvencüket a kutyaképző iskolába, és részt vesznek az ingyenes képzésen. Gyakorlott kutyatartókkal is találkoztunk, akik azt remélték, a tapasztalt oktatók segítségükre lesznek kutyájuk nevelésében. Nem bánt senkit sosem. Bonzó az egyéves sárpej például, bár okos kutya, igen önfejű, gazdája megelégelte viselkedését. Nagyon makacs ez a kutya, de hogyha ő valamit akar, akkor azt eléri azzal, hogyha mondjuk kaját adok neki, akkor leül, lefekszik, hemperek, kúszik, de nagyon önfejű és egyszerűen kezelhetetlen. 4 hétvégen át várják a gazdikat és kutyáikat a kutyaiskola kiképzői. Nem csak gyakorlati, de elméleti oktatásban is részesülnek. Rendkívül sok elméleti elsátítani való van. Itt a pórász használatról megfelelő felszerelés, megfelelő takarmányozás, hiszen ezek mind-mind szervesen kapcsolódnak a kutya képzéséhez, illetve neveléséhez, hiszen nem csak itt szeretnék, hogy a gazdák, hogy itt működjön a kutya a kutyaiskolában, hanem azért innek ide, hogy otthon, az utcán, sétakor, kiránduláskor, bármikor működjenek ezek a kutyák, és az elméleti oktatás nélkül nem lehet megkezdeni a gyakorlati oktatást. Az állatkórház támogatásával valósult meg az ingyenes kutyaiskola. Dr. Pál Csaba kórházvezető főállatorvos úgy tapasztalta, a gazdik sokszor még egy orvosi vizsgálaton sem tudják, hogyan bánjanak kedvencükkel. Ezért is jött az ötlet, támogatják a képzés létrejöttét. A kutyák nevelése a felelős állattartás egyik alappillére, ahogyan az ivartalanítás is, annak érdekében, hogy kevesebb legyen az elkóborolt állat. Az állattartó az gondos gazda módjára járjon el, ami nem csak azt jelenti, hogy eteti, itatja, megfelelő módon tartja, hanem megfelelőképpen bánik is vele, mindenféle élettani igényét kielégíti, és ennek a felelős állattartásnak a kapcsán minden évben tavasszal és ősszel az állatkórház ivartalanítási akciót hirdet. Aki eddig nem tette, még csatlakozhat kedvencével az ingyenes kutyaképzésen résztvevők táborához. Jövő vasárnap is verjek őket a tapasztalt oktatók itt a Serényi Antal utcában.